Lencse közben már az ellenfél 16-osán belül, ahol a helye van. Lencse. Lencse még mindig, most jön a labda, gól! Vezet az MTK a 33. percben, a gólszerző pedig Ramos. Itt láthatjuk még egyszer, Lencse lemegy egészen majd, hogy nem az alapvonalig, még itt egyet húz lefelé, utána teszi be, és Ramosról lemaradott Harris. Nem is tudom, hogy neki kellett volna eljönni, mint szélsővédő. Spandler kijött erre az oldalra, és hát Hegedűs János meg ott volt.